Hoppa, itt vagy. Ja, itt vagy, bocs. Szia, Totya. Izgulsz? Hát, győzni fogunk. Leverjük, mint győzik a világot. Jó látni az elszántságot. Hát, profik vagyunk, érted, profik. Pályára lépsz ma? Hát, tudom, vigyázzon kell, ahogy megsérüljek. Ami 4-5 milláért nem kockáztatom az egészségemet, elüdögélek itt a kis padon, azt a többiekkel együtt zörgök. Edződ mit szól ehhez? Nem tudom, Dezső Bász inkább a pirut nyomja. Miért? Nem tudom, neki mondjuk jobban fejel. 3-4 csávó az átlaga neki, meg plusz 2 bíró meccsenként. Kivel vagy azonos poszton? Akivel esetleg meg kéne küzdened ahhoz, hogy a kezdő csapatba kerülj? Ezt most egyszerre válaszolok erre mind? Azonos poszton kivel játszol? Ja, poszton? Hát, ja, hogy poszt, ahogy ugyanott, igen. Hát a Karesz, a Dzsuva, meg a Szüttyös. Igen. Ezekkel vagyok így egy poszt, de ők jobbak valahogy. Miben jobbak? Hát nem tudom, megmondom neked őszintén, a Dzsuva például abban nagyon jó, hogy elköpik, érted? Az alaponaltól elköpik a 16-osig, én csak a 11-esig. Ezt beszól a Sporinak, azt mondja, Spori, aki ödögzsinál helyett a nyakadat ki lehet volna elvágni. És akkor a Spori már kész. És a Szüttyös? Hát a Szüttyös, na várjál, még mondom neked, kit mondtam, a Dzsuvát? Karesz. A Karesz például az olyan, hogy az úgy tud csulázni, hogy két csula között, az a 2,5 másodperc, nem esik ki a rágó a szájából, érted? És aztán csoda, amit labdával bír. Tehát van, hogy mit tudom én, elmegy labda nélkül, pláne 13 km gyalogol egy meccsen. És a Szüttyös pedig az nagyon jó, fejben jó, tehát az lefejel, és hát mit tudom neked, megsért világ, sért 3-4 játékos bírót, és akkor a csávok már fekszenek. És te, miben vagy a legjobb? Én megmondom neked őszintén, hogy hát egyrészt mondjuk labda nélkül vagyok nagyon jó, tehát... Totya, gyere! Asztalnál látna... Bocs! Igen, az edzőt. Jövök, Dezső bácsi! Igen, szasz! Lábam! Jaj, Dezső bácsi, a lábam! Jaj, gyorsan ülj a padra, nehogy valami komolyabb baj történjen! Megyek már, Dezső bácsi! Majd én eldöntöm, mikor játszok, mert profi vagyok, apám, profi. Jaj.